Alföldi Róbert vagyok, mondjuk úgy, hogy színást csinálom. És mostanában, amikor az ember mindenféle zűrzavaros helyzetekbe kerül, akár ismert emberként, akár, hogy mondjam, átlag állampolgárként, akkor azt veszi magán észre, hogy egyre inkább tüskésebb, meg karcosabb lesz. És ugyanazokat a tulajdonságokat veszi föl, mint amik ellen mondjuk fölemeli a szavát, vagy amivel nem ért egyet. Ugye, hogy ez egy történet a nyitottságról. És az a legszomorúbb, vagy a legszebb a dologban, hogy az élet leghétköznapi pillanataiban szembesülök önmagammal az ügyben, hogy mennyire vagyok nyitott. Miközben azt gondolom, hogy nagyon nyitott vagyok. Aki már volt mondjuk edzőteremben, és nem tartozik az életéhez nagyon erősen hozzá, tehát először kell lemenni, azt mindenki tudja, mindenki szorong, mert mindenki azt gondolja, hogy adoniszok vannak lent az edzőteremben, és nagyon félünk. Vagy félek. Vagy féltem. És ugye, hogy úgy mondjam, melegként lemenni egy edzőterembe, az megint egy plusz szorongás. Aztán, amikor először lementem, akkor nagyon sok, vagy legalábbis pontosan három nagyon nagy darab, nagyon kigyúrt, nagyon kopasz férfi edzett mellettem, akitől elkezdtem nagyon szorongani. Mert azt gondoltam, hogy mindenféle eszméket hallanak, és mindenféle véleményük van mindenféle emberekről. És megpróbáltam őket a hetek alatt erre, arra, amarra elkerülni, és minél inkább melléjük meg, vagy messze menni tőlük, hogy ne kelljen velük együtt egy légtérben lenni. És aztán egyszer csak elkezdtünk beszélgetni. És kiderült, hogy három végtelenül jó lelkű, hogy úgy mondjam, medvebocsát találkoztam az edzőteremmel, akiknek valóban kidobó volt a foglalkozásuk, és valóban kopaszra volt nyírva a fejük, és valóban tele voltak tetoválva, és valóban nagyon kigyúrtak voltak, és valóban nagyon nagy darabok voltak. És mégis azt hiszem, hogy az elmúlt években az egyik legjobb történet kerekedett belőle, hiszen a kedvességről, a szeretetről, a tiszteletről, és arról, hogy mit jelent az, hogy valaki a másikra nyitottan odafigyel, kíváncsi rá, és igazándiból kedvesen fordul felé, azt nagyon sokat tanultam a három fiatalembertől. Az az igazság, most, hogy ezt mesélem, ezt nem is tudom a nevüket. Ha véletlenül ezt látják, akkor keressenek meg. Annyira, hogy még születésnapon kaptam tőlük ajándékot is. És ez egy ilyen nagyon erős történet volt bennem, vagy erős élmény volt bennem az elmúlt időszakban, hogy azért, mert történnek bizonyos dolgok, azért, mert az ember tapasztal maga körül agressziót, támadást, igazságtalanságot, hogy mennyire ugyanolyanná válok én is, és mennyire ugyan olyan sztereotípiák alapján döntök és véleményezek, mint amiket számon kérek másoktól. Azóta megpróbálok figyelni, nem ígérem, vagy nem vagyok benne biztos, hogy minden pillanatban jól viselkedem az életben, de megpróbálok nagyon figyelni arra, hogy azt lássam, aki, és ne azt, ami. És ugye neked is van egy történetet, hogy mit jelent nyitottnak lenni.